Itt a Bartók Béla utcában a Pittypangó óvoda mellett épül fel az új kétcsoportos bölcsöde Tolnán. Appelszofer Ágnes a város polgármestere azt mondja, egyre több kisgyermekes család él a településen, egyre többen igénylik a bölcsödei szolgáltatást. Nagy az igény, hiszen egyre több gyerek születik itt a városban is, és nagyon sok fiatal is költözik a városba. A város mintegy 460 millió forintot nyert a bölcsöde megépítésére egy toppos pályázaton. 24 gyerek járhat majd az intézménybe. Nagyon sok törvényi kötelezettség van arra nézve, hogy ezt a 24 gyereket egy bölcsödében hogy kell ellátni. Tehát ez nem csak egy terem vagy két terem lesz, hanem nyilván külön altatásra, játszásra, étkezésre, öltözésre, tisztálkodásra kell helységeket biztosítani. Idén júniusban indulhat meg a kivitelezés, várhatóan jövő nyára készülhet el az új bölcsöde. Az intézmény kapui tehát 2022 év végén vagy 2023 év elején nyílhatnak meg a gyermekek előtt.